kerül, illetve olyan törvényjavaslatok kerüljenek a ház elé, amik szavatolják azt, hogy Magyarországot nem fogják különböző fórumok elmarasztalni és fizetésre kötelezni. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Megadom a szót Gaddi Nagy Tamásnak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Szeretném egyértelművé tenni, hogy egyetlen egy módosító javaslatot sem támogatunk, hiszen ennek az egész javaslatnak az egészével is problémánk van, mégpedig másokból ugyan, mint más frakció képviselő, illetve van az némi átfedés. Mi egyet szeretnénk egyértelmű leszögezni. A magyar érdekek érvényesítése szempontjából az Európa Tanács nem egy elhanyagolható jelentőségű intézmény. Van olyan mozgástér ott, én ezt ottani képviselőként, parlamenti közgyűlés tagjaként is tanúsíthatom, amivel lehet a nemzet egészére nézve kedvező tartalmú döntéseket elérni, például a tavalyi 1832/2011-es határozat, ami a területi autonómia biztosítását kötelezővé teszi a tagállamok részére azon nemzeti közösségek számára, akikre ráolvasható, hogy nemzeti közösségként ilyen igényeket megformálnak. Ez a székely önrendelkezési törekvéseket egy jól támogató lehetőség, és ha bármely, de elsősorban ugye a két kormánypárti javaslat szerinti módosító javaslatok elfogadást nyernének, azzal sem változik meg a határozatnak az a jellege, amiben a kettes pontban kerek-perec leírják, hogy nem kívánja Magyarország végrehajtani ebben a vöröscsillagos ügyben hozott ítéletet. Itt ugye nyissunk egy nagyobb gondolatkört, nyilván el lehet és el is kell moralizálni és gondolkodni azon, hogy hogy a búbánatban lehet az, hogy tényleg egy ilyen közel 50 éves véres diktatúra önkényuralmi jelképét miért nem lehet büntetni Magyarországon. Egyetértünk azzal, hogy meg kellene találni olyan büntetőjogi megoldásokat, amellyel a magyar emberek millióinak életét kioltó és milliók jövőjét felélő és egyáltalán nemzet tartalékait elemésztő rendszer szimbolizáló jelkép használata korlátozható legyen, mondjuk ugye olyan jellegű rendezvényekre, vagy eseményekre, vagy helyszínekre, ahol mondjuk más nem találkozhat ezzel. Hozzá kell tenni egyébként, ott van még most is a Szabadság téren, ugye az a Vörös Hadsereg dicsőségét dicsőítő emlékmű, amely legnagyobb szégyenünkre és megalázátságunkra szintén tartalmazza ugye az önkényuralmi jelképek egy szép füzérét, amelyet Budázi György aztán 2006. szeptember 18-án levert, de aztán visszakerült a helyére utána. És én azt gondolom, hogy ez egy másik kérdés viszont. Tehát nekünk azt kell nézni, hogy egy nemzetközi egyezmény, az Emberi Jogok Európai Konvenciója, amelynek Magyarország is 1993-tól tagja, ratifikáltuk ezt a törvényt. A 46. cikk egyértelműen kimondja, hogy ahogy ezt szokták ugye jogerős ítéletekkel kapcsolatban mondani, ha akár tetszik, akár nem, ezt végre kell hajtani. Aztán utána el lehet gondolkodni azon, hogy hogyan lehet esetleg támogatni azokat a javaslatainkat a kommunista diktatúra szereplőinek közéletből való kizárására vonatkozóan, a MSZP, mint MSZMP utódpárt vagyonának elvonására, akár még ugye az a javaslatunkat is megfontolhatónak tartjuk, hogy az MSZP teljes körű önkényuralmi diktatúrikus párttal való jogutódlásának vállalása miatt feloszlatása. Viszont egyet nem lehet megtenni, hogy egy ilyen egyezményben foglalt kötelezettségünket megszegjük. A 46. cikk kerekperec elmondja, a magas szerződő felek vállalják, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik a bíróság végleges ítéletét minden ügyben, amelyben félként szerepelnek. És nagyon jól ismerem azt a helyzetet, hogy hogyan működik most jelenleg az Európa Tanács. Ott a Magyarország elleni támadásoknak egy komoly szintere zajlik, tehát nagyon komoly offenzív támadások érik Magyarországot, sok esetben megalapozatlanul, igaztalanul, politikailag motivált módon, hiszen az Európa Tanácsban is furcsa módon egyébként Európai Parlamenthez hasonlóan a nagy frakciók és pártszövetségek
működnek, és határozzák meg a döntéseket, és monitorozzák Magyarországot. Szinte két hetente mi is emberi bizottságban ugye találkozunk a különböző vizsgáló delegációkkal, akik hol a nemzetiségi törvényt vizsgálják, például, ami aztán tényleg Magyarország egyik legjobb produktum az utóbbi időkből, és példaértékű nemzetiségi törvény egész Európában. De hát sok esetben persze igaz, valós alapon vizsgálódnak a választójogi törvény egyoldalú szabályai miatt, vagy éppenséggel a több más olyan jogszabály volt utóbbi időben, ami joggal váltotta ki a kritikákat. Egyet viszont nem lehet tenni, hogy a miniszteri bizottság, amely ugye az állandó szerve a Európa Tanácsnak, ahol a tagállamok képviselői tárgyalnak, döntenek arról, hogy hogyan, merre mozduljon a Európa Tanács rendszere, és miket tartsanak fontosnak. Miket tartsanak fontosnak? Inkább ne azzal foglalkozzanak, hogy Magyarország nem hajtja végre a döntéseit, majd pedig ugye emiatt ugye egy ilyen meghurcoló eljárás indul. Én kérem szépen, hogyha ezt valóban végre nem akarják végrehajtani, tehát a két, akár bármelyik módosító javaslatot elfogadják, akkor akár eredeti formájában, akár módosított formájában olyan helyzetbe kerülök, hogy Európa Tanácsi képviselőként, magyar képviselőként nem tudok egyetlen komoly mondatot elmondani, akár az elcsatolt területen élő magyarok érdekében. Azt fogják mondani, hogy kérem, mit szövegel Magyarország képviselője, amikor Magyarország nem hajtja végre a Strasbourg Emberi Bíróság jogerős ítéletét, ne akarjunk mi már itt Európa Tanácsi normákat alkotni, meg arra hivatkozni, hogy majd itt milyen szép csodák történnek, és nem tudunk székely rendelkezés érdekében honfitársnak segítséget adni, anyanyelv használat érdekében felvidéki honfitársainak segítséget adni, délvidéken élő honfitársainak az atrocitásokkal ellen védelmet adni. Tehát ez egy csapda út. Tehát még egyszer mondom, válasszuk szét a két dolgot, és az, hogy végülis kifinanszírozza a Strasbourg-i Emberi Bíróság által hozott döntések ellenértékét, az pedig valóban arra egy egyértelmű válasz van, a költségvetési törvény, a közigazgatási minisztériumhoz telepíti az ilyen típusú összegek kifizetésének kötelezettségét, erre kell, hogy legyen költségvetési keret rendelkezésre álljon. Azt tényleg tudom támogatni, hogy gondolkozzunk el azon, hogy kerülhetett ide az ország, egyáltalán mondom, hogy egyáltalán tiltott önkéntes jelképek vannak, mármint hogy ezeket ugye olyan diktatúrák előzték meg, amelyek indokolttá tették, hogy valóban tiltsunk bizonyos önkéntes jelképeket, de ez egy másik kérdés. Végül nem utolsó, szeretnék arra utalni, hogy azért egy rossz irányú gondolkodás ez, mert akkor mondjuk mi fog történni azzal a nemrégiben, múlt héten Nemzeti Jogvédelmi Szolgálat által képviselt strasbourgi ügyben született, szintén megalapozott ítéletben, ahol két 2007-es Gyurcsány ellenes tüntető úgymond az ország szennyesét teregette ki a körbezárt parlament kordonjain, amelyre a Gyurcsány rendőrsége azt mondta, hogy ez tüntetés, és elvitték őket jogellenes tüntetés miatt, megbüntették őket, majd most ugye a véleményjavítási szabadság megsértése miatt 1500 euró kártérítést kaptak, akkor most ezt is meg fogja nézni a kormány, akkor ez a Gyurcsány Ferenc, nem tudom, volt miniszterelnöki fejezetéből kerülje levonásra. Hozzáteszem, támogatom ezt a javaslatot, tehát igen, hogy Gyurcsány Ferenc és társai fizessék ki nem csak ezeket a károkat, hanem azokat, amelyeket akár az IMF hitel felvételével és minden mással okoztak, de egyet nem tehetünk meg, hogy a Emberi Bíróság felé nekünk a kötelezettségeinket teljesíteni kell, és ez egy fő szabály, és ezért egyetlen módosítót sem tudunk támogatni. Köszönöm szépen. Igen. Tisztelt képviselő úr, részben való.